Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A régi polgármesternek szavaztak bizalmat. Tóth Szabos nyerte az időközi választásokat Iregszemcsén. Felsőoktatási ösztöndíj Bátaszéken. A város támogatja a jól tanuló hallgatókat. Évindító kerekasztal Dombóváron. A 2023-as esztendőt érintő fontos eseményeket tárgyalták meg. Elítélték a lövöldöző férfit. Összesen 6 vádpontban mondta ki bűnösnek a bíró. Időközi önkormányzati választást tartottak Iregszemcsén, miután a képviselőtestület tavaly ősszel feloszlatta magát. A 6 független jelölt közül a 2019-ben is megválasztott Tóth Szabolcs kapta a legtöbb szavazatot. Ez ugye még ott vannak a dobozok, itt vannak képek. Iregszemcse polgármestere újra elfoglalta irodáját, miután az időközi önkormányzati választáson a voksolók 42%-a gondolta úgy, hogy a 6 jelölt közül őt szeretné a település vezetői pozícióban tudni. Az előző testület tavaly ősszel oszlatta fel magát. Tóth Szabolcs elmondta, hogy a jövőben mindent megtesztek a fejlődés érdekében. Én úgy gondolom, hogy nem a kis saját csapatommal fogjuk meghozni ezt a döntést, hiszen most nyilván mi vagyunk többségben, de ennek nem az a lényege ennek a mostani képviselőtestületnek, hogy ezt mi öten eldöntsük. Tehát mi készen állunk mindenkivel kompromisszumot kötni, próbálunk most egy kicsit békésebb és sikeresebb testületet összehozni. A helyiek több mint 50%-a vett részt az időközi választáson. Az Országos Választási Iroda adatai szerint Tóth Szabolcs a szavazatok 42,14%-át kapta. Mindenképpen szeretnénk megpályázni idén az új iskolához az ebédlőt. Ezt azért az első helyre tettük, illetve nagyon-nagyon szeretnénk, ez egy picit régebbi álom már, de nagyon-nagyon szeretnénk egy saját feldolgozót. A feltételeket tulajdonképpen mi már megteremtettük 2022-ben, hiszen a régi óvodának az épületét azt fel tudjuk használni erre, illetve gyümölcsfeldolgozáshoz, lekvárkészítéshez már megvannak a gépeink, ezeket is beszereztük, illetve zöldségfeldolgozásra is megvan, úgyhogy dolgozni kell rajta, szerintem ez lehetséges. A rövid távú tervek között szerepel a szociális támogatási összegek felülvizsgálata, illetve az önkormányzat szeretné gyógyszer, óvoda és iskola kezdési támogatással segíteni a helyieket. A kormány úgy döntött, hogy az Európában kialakult gabonapiaci helyzetet figyelembe véve kivezeti a gabona és olajos növények tekintetében tavaly márciusban bevezetett exportbejelentési rendszert, jelentette be Facebook oldalán Nagy István. Az agrárminiszter hozzátette, az intézkedést indokolja az is, hogy Magyarország élelmiszerellátása biztosított, hazánk megtermeli a szükségleteit. Tavaly augusztustól ugyanis fokozott ütemben beindult, és azóta is dinamikusan fejlődik az ukrán export a világ gabona piacaira. Az elszívó hatás tehát megszűnt, sőt, jelentősen csökkent az összes kelet-európai uniós tagállam gabonája iránti kereslet. Az intézkedés kivezetése így nem jelent kockázatot a hazai ellátás biztonsága tekintetében. Ne feledjük, a magyar családok asztalára kerülő kenyér továbbra is hazai alapanyagból biztosított. Kibővül a Szülőföldön Magyarul program első lépésben. Januártól 100 ezer forintos támogatást kapnak a Magyar Oktatási Nevelési Intézménybe járó kárpátaljai magyar gyerekek, mondta el Potápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta, a 2 évtizede indult programnak köszönhetően 22.400 forint jár a határon túli családoknak minden gyermek után, aki magyar nyelvű iskolába jár. Az utóbbi években a programba bevonható gyermekek számát növelte a kormány azzal, hogy már nem csak az általános iskolások, de a középiskolába, illetve bölcsödébe felsőoktatásba járók után is jár a támogatás. Idén is gondol a bátaszéki önkormányzat a városban élő felsőoktatásban tanuló diákokra. A képviselőtestület 2023-ban is meghirdette azt az ösztöndíj programját, amit a 30 év alatti jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók vehetnek igénybe. Az elnyerhető támogatás összege 10, 15 vagy 20 ezer forint is lehet. A tanulmányi ösztöndíjra február 10-ig lehet jelentkezni a polgármesteri hivatalban.
2021 óta minden évben támogatja a bátaszéki önkormányzat a városban élő felsőoktatásban tanuló diákokat. A képviselőtestület fontosnak tartja, hogy segítse azokat a fiatalokat, akik szeretnének a középiskola után tovább tanulni. Ennek a feltételei, hogy bátaszéki állandó lakóhelyen rendelkezzen a hallgató, 30. életévét még nem töltötte be, alapmester vagy osztatlan képzésen kell tanulnia a magyar felsőoktatásban, illetve az átlag, ugye, ami nagyon fontos, hogy az előző fél évi átlaga, a súlyozott tanulmányi átlaga 3,8 felett legyen. A 2022-es év az aljegyző szerint nagyon sikeres volt. Közel 30 diáknak tudtak némi anyagi terhet levenni a válláról. Az ösztöndíj mértéke idén sem csak a tanulmányi eredményektől függ, többféle kategóriát jelöltek meg a rendeletben. Attól függően részesíti a képviselőtestület ösztöndíjban a hallgatót, hogy alapképzésben vagy mester, illetve osztatlan képzésen tanul-e. Alapképzésben is két kategóriát különböztet meg, 3,8-as átlag felett 4,4-es átlagig 10 000 forintot, és 4,41 százados átlag felett 15 000 forintban részesíti a hallgatót egy hónapban. A mester és osztatlan képzésben 3,8 és 4,4-es átlag között 15 000 forint per hó, 4,4-es átlag felett pedig 20 000 forint per hó ösztöndíjban részesítik a jelentkező és a feltételeknek megfelelő diákokat. A jelentkezéseket február 10-ig adhatják be az ösztöndíjra pályázó tanulók a polgármesteri hivatal szociális irodáján, vagy postai úton is eljuttathatják kérelmüket az intézménybe. A 30 év alatti, valamint a 4 gyermekes anyák SZIA-mentességének hatására emelkedik a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj összege is. Hívta fel a figyelmet a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért csütörtökön. A csecsemőgondozási díj összege, amelyet 168 napig kapnak az édesanyák, 2021. júliusa óta megegyezik a korábbi fizetés 100%-ával, csak a 15%-os személyi jövedelemadót vonják le belőle. A 30 éves koruk előtt szülő vagy a negyedik gyermeküknek életet adó nők azonban a CSED ideje alatt is mentesülnek az SZIA megfizetése alól, így a korábbi bruttó fizetésükkel azonos összegű ellátásba részesülhetnek, ismertette a Kincs. A gyermekgondozási díj a gyermek fél éves korától két éves koráig jár. Ennek összege a korábbi fizetés 70%-a. 2023-ban maximum 324.800 forint lehet, és mellette akár 8 órában is dolgozhatnak az anyák. A gyed összege az SZIA-mentesség hatására 20%-kal emelkedhet, mivel csak a 10%-os nyugdíjjárulékot vonják le belőle, a 15%-os SZIA-t nem. Ez a gyed maximum összegében részesülő anyák esetében majdnem havi 50 000 forintos jövedelem növekedést jelenthet. Dombóváron több éves hagyománya van az évindító kerekasztal beszélgetésnek. Az eseményen az egyházak felekezetek vezetői az általuk fenntartott oktatási, köznevelési és szociális intézményekkel az adott évet érintő fontos eseményeket tárgyalják meg. Dombóvárváros alpolgármestere Kerényi Zsolt is köszöntötte annak a kerekasztal beszélgetésnek a tagjait, amely az egyházak vezetőiből a helyi felekezeti fenntartás alatt működő iskolák, szociális intézmények és a település képviselőiből tevő. Össze. Az önkormányzat 2020-ban döntött úgy első ízben, hogy megrendezi az eseményt, mondta el a polgármester. Nem állami fenntartású intézményeknek a fenntartóit, illetve intézményvezetőit meghívjuk egy kerekasztal beszélgetésre. Hál' Isten ez az asztal évről évre nagyobb lett, ma már 34-en üljük körül ezt az asztalt, hiszen Dombóváron azt hiszem, hogy talán példaértékű az az elmúlt évek néhány változása, ami bekövetkezett. Katolikus, evangélikus egyházat követően Mátai Szeretett Szolgálat és Oktatási Alapítvány is megjelent, Baptista Szeretett Szolgálat is megjelent, reformátusok is bővítették az óvodát. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, a dombovári városvezetés törekvései összhangban vannak a kormány azon szándékával, hogy megerősítsék az egyházak szerepét a közoktatásban. Emellett Felföldi László megyés püspök elmondta, egy társadalomnak a legnagyobb feladat mindig a jövő biztosítása. Ebben a fősúlyt mindig az oktatási intézmények viszik, végzik, és az egyház jövője is azon múlik, hogy ezek az oktatási intézmények milyen minőségben
tanítják, nevelik, mert mindig van nevelés is egy-egy intézményben. És én nagyon örülök ennek az összefogásnak, itt mindenki ezért van itt, hogy dolgozzon, tegyen azért, hogy ezek a gyerekek, ezek a családok, akik egy-egy intézményben ott vannak, valóban azt érezzék, hogy értük vagyunk. A megyés püspök hozzátette, hogy Dombóváron kiemelkedő az egyházak szerepvállalása a köznevelési, az oktatási és a szociális intézmények fenntartásában. Az ukrán-magyar határszakaszon 4407-en léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5416-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 155 embernek állított ki 30 napra érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében, áll a közleményben. Egy fürgedi férfi tett bejelentést 2023. január 19-én a délelőtti órákban, mert a Tamásit Fürgeddel összekötő úton a vele szemben haladó ismeretlen rendszámú autóssal összeért a visszapillantó tükrük. A sofőr elmondása szerint az ő kocsijának visszapillantó tükre becsapódott, ami kitörte az oldalablakot is, az üvegszilánkó pedig az ölébe hullottak. A bejelentő elmondta, hogy ő megállt, de a másik autós lassítás nélkül elhajtott a baleset helyszínéről. A helyszínelés közben sikerült azonosítani a cserben hagyót, egy 25 éves értényi férfit, akinek a kocsijáról szintén letörött a visszapillantó tükör. A rendőrök a sofőrt már elő is állították, és gyanúsítottként hallgatták ki cserbenhagyás vétség elkövetése miatt. Nyakon és fülölőtte haragosát Bátaszéken egy tolnai férfi gáziasztó pisztollyal. Az eset még 2019-ben történt, de most született ítélet. Összesen 6 vádpontban mondta ki a bíró bűnösnek. Videón, ahogy a rendőrök előállítják a megbilincselt lövöldöző fiatal férfit, még 2019-ben rántott elő egy gáziasztó pisztolyt Bátaszéken. 2 célzott lövést adott le arra a férfira, akinek a családja befogadta az őrjöngő támadó feleségét és a gyerekeit, miután elmenekültek tőle. A fegyveres apa ügyében most született ítélet, összesen 6 vádpontban mondta ki a bíró bűnösnek. A szekszárdi járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki a vádlottat, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének büntettében, kiskorú veszélyeztetésének büntettében, felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettében, kapcsolati erőszak büntettében, súlyos testi sértés kísérletének büntettében, valamint kábítószer birtoklásának vétségében. Mindezek összesen a lövöldöző férfi akár több év börtönt is kaphatott volna. A bíró viszont úgy döntött, nem küldi rácsok mögé. A kiszabott 2 éves büntetést 5 év próbaidőre felfüggesztette. Egyrészt azt vette figyelembe a bíróság, hogy a vádlott büntetlen előéletű, másrészt pedig azt, hogy a korábbi magatartásán változtatott, és megpróbálta a sértettel való viszonyát rendezni, a sértett pedig megbocsátott a vádlottnak. Az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert az ügyész és a vádlott is 3 nap gondolkodási időt kért. Regionális híreink következnek. 3 vírus is fertőzhet ezekben a hetekben. Az oltás fontosságáról is beszélt a pécsi virológus. Új név, új arculat. Felveszi májustól a Holcim csoport nevét a Lafarge Cement Magyarország Kft. Koszorúzással egybekötött megemlékezés. Az elhurcolt magyarországi németek előtt tisztelegtek. Magas a felső légúti tünetekkel orvoshoz fordulók száma hazánkban jelenleg. Ez nem csoda, hiszen 3 vírus is fertőzhet ezekben a napokban, hetekben, mondta stábunknak a szakember. Bár ezek a megbetegedések jelenleg enyhébb lefolyásúak, azért előfordulhat, hogy 2 fertőzés egyszerre támadja meg a szervezetünket. Ilyenkor akár kórházi ápolásra is szorulhatnak egyes betegek. Éppen ezért még mindig fontos a védőoltások felvétele, a szakember szerint.
A felső légúti fertőzések idejét éljük most, az influenza mellett az RS vírus is a levegőben van, ezeken kívül pedig a koronavírus még mindig okozhat megbetegedést, hiszen jelen van, mondja a szakember. Jakab professzor szerint bár a matematikai esélye megvan, de nagyon ritka, hogy mindhárom vagy akár két kórokozó egyszerre támadja meg a szervezetünket. Abban az esetben azonban nyilván, hogyha egy kettős fertőzésről, tehát ugye ez egy koinfekcióról beszélünk, és két vírus együttes fertőzése támad meg minket, akkor előfordulhat, hogy súlyosabb klinikai tünetek alakulnak ki, extrém esetben előfordulhat a kórházi ápolás és a kórházi kezelést igénylő fertőzés is, azonban azt gondolom, még egyszer mondom, hogy ehhez igen komoly balszerencsének kell. A virológus szerint a koronavírus jelenlegi nálunk fertőző variánsa nem okoz olyan súlyos betegséget, ami kórházi ápolást igényelne a legtöbb esetben. Jelenleg megfázásszerű tünetekkel jelentkezik a COVID. A professzor szerint a védőoltásnak azért még mindig fontos szerepe van. Az oltás az minden esetben fontos, akár a koronavírus, akár az influenzáról beszélünk. Azt gondolom, hogy ha nem is 100%-os, 95%-os védettséget ad a jelenleg alkalmazott oltások a variánsokkal szemben, mégis egyfajta védettség a szervezetünknek lesz a támadó fertőzés ellen. Tehát nagyon fontos az oltásoknak a megléte. A hivatalos oltási stratégia például a koronavírusra jelen pillanatban még nincsen meg. Tehát ez több év, azt gondolom, mire látjuk azt, hogy milyen a tendencia. Mikor fertőz, milyen tünetekkel jelentkezik a COVID vírus? Ettől függ majd, milyen oltási stratégiát dolgoznak ki a szakemberek. Jakab professzor véleménye szerint úgy alakulhat a koronavírus elleni oltás, mint az influenza esetében. Szezon előtt egy emlékeztető vakcinát kapnának az emberek. Az influenza elleni oltást is még beadathatjuk, bár azért már a szezon közepén járunk. A védettség pedig két hét alatt alakul ki, mondta stábunknak a szakember. Hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső árasztotta el Somogy megye több települését. Bolhón a tűzoltóknak is segíteni kellett, mert a csapadék elvezető árokból az úttestre, a járdára és egy lakóingatlan kertjébe is beömlött a víz. A település vezetője azt reméli, a katasztrófa védelemmel közösen megoldást találhatnak a problémára. Itt végig víz van. Itt végig, itt kint. Azért törték fel a fiúk, tettek bele egy csövet, hogy levezessék a vizet. Mert most ahol odalépett a polgármester cipőbe, az ott el is süllyedt szegényem. Uh-huh. Ez itt tiszta víz, az ő nyoma szegény meg akarta nézni, és itt el is süllyedt. Úgyhogy itt tiszta vízbe volt itt minden. Bolhó község lakói kedről szerdára virradóra arra ébredtek, hogy rengeteg eső zúdult a településre. Még szerdán a kora reggeli órákban is kiadós csapadékban volt részük. Nagyon sok eső esett, tehát egész éjjel esett, meg hajnalban. Nem is tudom, negyed-ötkor dörgött villámlott, és akkor nagyon nekiérett az eső, és utána folyt be a víz. Melinda két éve egyedül él az ingatlanban. Amikor látta, hogy folyik be a víz az udvarára, értesítette a polgármestert és a tűzoltókat is. Szóltam a polgármestert, fölhívtam 6 órakor, hogy baj van, mert folyik be a víz, akkor kijöttek, meg kihívtam a tűzoltókat is. És akkor jöttek a fiúk, és kiszivattyúzták a vizet. Az udvarról? Innét szívták, hogy lefolyjon a víz, hogy ne az udvarba folyjon, hanem akkor átengedték a telekre. A mostani esőzés miatt csak Melinda ingatlanja előtt kellett a tűzoltóknak beavatkozni, de a nagy mennyiségű hirtelen lezuduló csapadék már nem először ad munkát az itt élőknek. Igazából sok mindent ezzel nem tudunk tenni, mert ilyen nagy esőzéseknél, tehát a falut van egy része, ami alacsonyabban van, és azt elárasztja a víz a környező dombokról, lefolyik a víz a falu egyes területére. Igazából meg kell várnunk, amíg a vízelvezető árkok ezt elszívják, vagy elvezetik ezt a vizet. Persze a település vezetése szeretne megoldást találni a problémára, amelyben a katasztrófa védelem is felajánlotta a segítségét. Amikor ezelőtt pár éve ugyanezek voltak a problémák, akkor felvettük mi a katasztrófa félelemmel a kapcsolatot, és ő tőlük kértünk szakmai segítséget. Tehát ott a házak végébe ott ástunk egy elvezető árkot, csak hát ez a víz mindig a lenti részek fele folyik, és nem tudjuk nagyon elvezetni. Tehát ez az egy árok van, ami el tudja vezetni, és itt gyűlik össze a falunak az a rész, ami lejön a dombokról is. Megmondom őszintén, tehát itt, amikor elmentek a tűzoltók szivattyúzni, utána kijött a katasztrófa védelem két munkatársa, és ővel bejártuk ezt a területet, és ők próbáltak nekem szakmai segítséget adni, hogy merre tovább, és abba egyeztünk meg, tehát, hogy ha már nem lesz víz a
csapadék elvezető árkokba, akkor ők kijönnek egy szintezőműszerrel, tehát az ő nekik megvan, és akkor segítenek, és akkor megpróbáljuk kitalálni, hogy merre fele kezdjünk el ásni, és merre fele próbáljuk elvezetni ezt a fölösleges csapadék vizet, ami fölgyülemlik ilyenkor. A község vezetője azt mondja, ha sikerül megtalálni a katasztrófavédelemmel közösen a megoldást, akkor a kivitelezésben a közmunkaprogramból is tudnak erre erőforrást találni, illetve szeretnének pályázni a Magyar Falu programban is a probléma mielőbbi felszámolására. A Lafarge Cement Magyarország Kft. Egy újabb mérföldkőhöz érkezett a fenntarthatóság felé vezető úton. 2023. május 1-től Holcim márkanévvel és új arculattal folytatja tovább tevékenységét. Az új Holcim brand vizuálisan is megerősíti a vállalat körkörös gazdaságban és a fenntartható építési megoldások terén vállalt úttörő szerepét. A zöld úton haladva a Lafarge idén egy újabb mérföldkőhöz érkezett. 2023. május 1-től Holcim márkanévvel és új arculattal folytatja tovább tevékenységét a Királyegyházi Cementgyár. Az új márkanévvel és annak vizuális megjelenésével még jobban kifejezhetik elköteleződésüket a körkörös gazdaság megvalósítása iránt, amely a 2050-re kitűzött karbonsemlegességi cél elérését szolgálja. A körkörös gazdaság mozgatórugójaként tovább ösztönzik az újrahasznosítást és a környezettudatos működést minden tevékenységük vonatkozásában. Ez egy hosszú út és nehéz út, de egy fontos lépcsője ennek az új termékek megjelenése, amire azért 2023-ban még számolni lehet. Ugye ezen az úton megyünk tovább, hogy hogyan csökkentjük a széndioxidot, és ehhez egy nagy segítség nekünk a Holcim anyacégnek az arculata, illetve márkája, hiszen világszinten vezetők vagyunk a fenntarthatóságban, illetve hogy említettem a körkörös gazdaságban. Ez az új logó is ezt szimbolizálja, ugye a zöld a természetet jelenti, a kék az óceánt, és ez egy végtelenbe hajtó H betű tulajdonképpen, majd remélem mindenki látni fogja. Meg fog változni a termékek csomagolása, az utcákon az új arculati elemeket viselő kamionokat láthatják majd a közlekedők. Alapvetően a cég tevékenysége nem változik, ugyanazon az úton fognak haladni, mint eddig, csak a név lesz más. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja 2012 óta január 19-e. A kumlói német nemzetiségi önkormányzat minden évben ezen a napon az ősök tiszteletére koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a Német Klubban. Az idei rendezvény különlegessége volt, hogy a koszorúzást követően dr. Márkus Beáta történész személyes történeteken keresztül mutatta be a résztvevőknek a magyarországi német kisebbség második világháború utáni elüzetését, elhurcolását. A kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19-e és 1948. június 30-a között 200-220 ezer német nemzetiségű lakost telepítettek ki Németországba. A Magyarország gyűlés az első vonatszerelvény indulásának napját, azaz január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánította. A komlói német nemzetiségi önkormányzat minden évben ilyenkor az ősök tiszteletére koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a Német Klubban. Hogy itt megálljunk és emlékezzünk és tiszteljük azokat, akik minden nüket itt hagyva, esetleg kitelepülésre voltak ítélve, vagy a Málenki robotra Oroszországban, és mégis tovább élték az életüket úgy, hogy minket is tisztességben felneveltek. A komlói német nemzetiségi önkormányzat megemlékezésén a helyi Nagy László gimnázium két tanulója szavalt, valamint közreműködött a Liederkranz kórus Pomázi Attila vezetésével. A rendezvény különlegessége volt, hogy a koszorúzást követően dr. Márkus Beáta történész a magyarországi németek elhurcolása és elüzetése címmel tartott előadást. Nálunk is azzal kezdődött tulajdonképpen, vagy az én esetemben, hogy a saját családtörténetemben kérdezgettem nagyszüleimet, bár nem nagyon szerettek erről beszélni, de nyilván az ember részt veszi, hogy németországi rokonai vannak, hát ők meg miért vannak ott. Szóval, hogy voltak ilyen kicsit elhallgatott, meg ilyen félbemaradt kérdések, amit így történészként, történészhallgatóként már elkezdte fúrni az oldalmat a kíváncsiság, és ő is akkor diplomadolgozat írása a CIA-ból kezdtem el ezzel foglalkozni, és hát ez aztán így maradt így egy évtizedre.
Dr. Márkus Beáta helyi források alapján, valamint személyes történeteken keresztül mutatta be a résztvevőknek a magyarországi német kisebbség II. Világháború utáni előzetését, elhurcolását. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. A régi polgármesternek szavaztak bizalmat. Tóth Szabos nyerte az időközi választásokat Iregszemcsén. Felsőoktatási ösztöndíj Bátaszéken. A város támogatja a jól tanuló hallgatókat. Évindító kerekasztal Dombóváron. A 2023-as esztendőt érintő fontos eseményeket tárgyalták meg. Elítélték a lövöldöző férfit. Összesen 6 vádpontban mondta ki bűnösnek a bíró. Szombaton is alapvetően erősen felhős, borongós idő lesz jellemző. Elszórtan időszakosan előfordulnak vegyes halmazállapotú szitálások, hószálingozások. Az esti órákban is borongós idő várható. Vasárnapra nyugaton is mérséklődik a szél, általában erősen felhős időre számíthatunk. Hétfőn újabb ciklon érkezése körvonalazódik vastagodó felhőzettel és csapadékkal. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!